legutóbb 6-0-ra verte a Deaza Rubeolát, ami a csömöriekre nézve nem volt jó előjel, a számukra amúgy is kevésbé kedvező debreceni talajon. Van olyan játékosunk, aki most épült fel, viszont őt még nem hoztuk el pont emiatt a tapadós pálya miatt, kíméljük. Az érsek Robi, aki Budaörsön már valószínűleg fog játszani. Egyébként a hadrafogható játékosaink közül még a Robin kívül a Maruzsi Máté, aki egy keresztszalagszakadásból lábadozik, ő hiányzik. A többiek mindenki a fedélzeten van, úgyhogy 10 mezőnyjátékossal jöttünk és 2 kapussal. És ha már a kapusok, a hazaiakhoz visszatért amerikai ösztöndíjából Faragó Ádám, aki először védett a szezonban. Az első számú indok nyilván a nyelvtanulás volt, valamint a kalandvágy. Nekem nagy vágyam volt az Egyesült Államokban ott lenni és kipróbálni, milyen ott az élet. Ami sokat adott, az amerikai munka mentalitás, a munka morál, hogy ők rengeteget dolgoznak folyamatosan, tehát nincs az a lazsálás, és ebből remélem, hogy át tudok menteni rengeteg dolgot. A fehérmezes Deacot a mérkőzés elején meglepte a Rubeola, ám Husz Attila kiállítása után nem sokkal a civisvárosiak kerültek előnybe. Horváth Norbert öngolt vétett a 4. percben. Faragó mellett Varsányi Áron is remekül dolgozott a gólvonal előtt, így a félidőig már nem született újabb találat. A 23. percben viszont már 2-0 lett az állás, Haraszti Patrik élete első élvonalbeli gólját szerezte. 2-0-nál kicsit megnyugodtunk, voltak még helyzeteink, azokat, ha berúgjuk, akkor úgy gondolom eldől a mérkőzés idő előtt. Ez nem sikerült, ők vissza tudtak jönni, ott volt egy hosszabb periódus, amikor beszorítottak minket a kapuhoz, de ezt csapatként ezt túlvészeltük. A csömör legeredményesebb játékosa, a nehéz Krisztián szépítése után azonban az egyenlítés nem jött össze. A duplázó Haraszti a 34. percben állította be a 3-1-es végeredményt. Nagyon sokat számít nekünk most az a győzelem, ugye most volt egy rosszabb sorozatunk. Úgy gondolom, hogy a csapatnak az, ahogy együtt vagyunk, ahogy küzdünk a másikért, ahogy hajtunk, ahogy a fiatalok megfogadják az idősebbeknek a tanácsát, ahogy az idősebbek kisegítenek minket, azt gondolom, hogy a csapatnak ez lehet a titka, ez a csapategység, ami most jelenleg itt a Deacánál folyik. Örömmel konstatáljuk, hogy fejlődnek a játékosok. Azért van ez, hogy azért véleményem szerint elég magabiztosak voltunk a mai napon, nem voltak megingásak, relatíve kevés gyerekbetegséget követtünk el. Van, amelyik játékos gyorsabban fejlődik, van, amelyik lassabban. 18 éves gyerekekről beszélünk, de fejlődünk. Valahogy ma is a befejezések hiányoztak. Nyilván a Debrecenben végig benne volt az, hogy veszélyesek a kontráik. Sajnos tényleg csúnya helyezkedési hibákat követtünk el a góloknál, rossz volt a kommunikáció is. Én mindenképp pozitív dolgokat emeltem ki a csapatnál, aztán majd meglátjuk, jövő héten az Aramishoz látogatunk Budaörsre, az számunkra élethalál harc lesz, úgyhogy most már arra készülünk, nem pedig hátranézünk. A Rubeola tehát az Aramishoz, a Deac pedig a Ferencvároshoz látogat a 6. fordulóban.